A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezetei március folyamán tartják éves rendes beszámoló taggyűléseiket. Ennek okán az érdekképviselete a gyűlések előtt vállalkozói fórumokat tart országszerte, aminek ezúttal Szekszárd adott otthont. Fajszi Lajos Tolna vármegyei elnök elmondta, meggyőző tagságot tudhat maga mögött a szervezet, amit tovább kell erősíteni. Nagyon jól sikerült a tavalyi évig, 80%-kal nőtt a tagságunk. Most 1200 körüli a Tolna megyei vállalkozásoknak a száma, akik beléptek a VOSZ-ba, és hát ezt szeretnénk egy ilyen 1500-ra bővíteni. Mert a vállalkozásoknak azért most nem könnyű, azt mindenki tudja, éppen ezért szerintem az összefogás most egy kicsit előtérbe is került. A VOSZ-nak ugye a kedvezményes hitelekkel van lehetősége támogatni is a vállalkozásokat, tehát azt hiszem, hogy azért ez játszik közben abban, hogy ilyen szépen tudottunk tagokat növelni. Ebben a gazdasági helyzetben nagyon fontos, hogy továbbra is meg tudjuk őrizni a vállalkozásoknak a kedvezményes hitelezési lehetőségét, hiszen ez a 20% körüli banki kamat, ami most jelenleg van, ez egyszerűen képtelenség, hogy egy normális vállalkozás ki tudja dolgozni. Jelenleg úgy néz ki, hogy a Széchenyi hitelekkel 5%-ra tudjuk ezt leszorítani. Az eseményen részt vett Máté Péter önkormányzati képviselő, a Szekszárdi Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke. Ő elmondta, hogy idén a helyi ipari parkban 2,8 milliárd forintos fejlesztés fejeződik be, amely főleg infrastruktúrális és épületfejlesztési beruházásokat jelent. Az ipari park területén a régi épületek azok megújulnak, energetikai beruházási történetet, szigetelték az épületeket, világítás, különféle burkolatokat cseréjével készül járda, az ipari parkban dolgozóknak jó körülményeket biztosítunk, térfigyelőkamera és közvilágítás. Ez egy nagyon fontos dolog, de a legfontosabb, amiről beszélnem kell, három darab csarnok épül. A három darab csarnokból kettő darab darupája kiépítésére alkalmas, darupája alapból nincs benne, de ha valakinek ilyen igénye, akkor alkalmas erre, nagy belmagasságú, betonszerkezeten, és ezek a csarnokok méretei 1100 négyzetméter, 2500 négyzetméter, és van egy fémvázas csarnok, ami kisebb, ez 400 négyzetméter. Ezek a csarnokok bérbeadók lesznek vállalkozások számára, úgyhogy keressük a jelentkezőket, és továbbá még a szekszárdi fejlesztéseket, ami megvalósul idén, a Tudásközpont, ugye már a Paks 2-ből mi is szeretnénk részesülni, és nekünk az az elképzelésünk Szekszárdváros részéről, hogy a Pakson dolgozók azok ide tudnak jönni Szekszárdra olyan kulturális programokra, amik Pakson nincsenek, ugye a Szekszárd egy megjelő város, tehát ettől kezdve többet tudunk nyújtani valószínű, és a Tudásközpont idén kerül átadásra, valamint lesz egy az én körzetemben, ami fontos számomra, egy óvodai bölcsődei csoportok, ami ugyanúgy idén átadásra kerül. Nagyon fontos kiemelnünk, továbbá 4 milliárd forintos útfejlesztés történik, útkerékpárút, ami Szekszárdról Kesejűsbe önálló kerékpárút fog kivezetni. Ez idén megkezdődik és be is fejeződik az idén. Erre megvan a pénz. Ezt a Magyar Közút bonyolítja Szekszárdvárossal közösen. Eppel János, a VOSZ elnöke, a szövetség idén januárban elfogadott 2022 és 2026 közötti 5 éves stratégiáját mutatta be. A VOSZ-nak a 35 éves történelmében talán először van egy 5 évre megfogalmazott és írott stratégiája. Én a mostani körülmények között ebben az időszakban rendkívül fontosnak tartom, hogy legyen ilyen. Sokan megkérdőjelezik, mert hogy olyan változások, gyors változások zajlanak a világban, a mi közvetlen környezetünkben, hogy megkérdőjelezik, hogy egyáltalán érdemes is lehet-e tervezni. Azt mondom, terv nélkül nem létezik, stratégia nélkül nem létezhet egy szervezet. Más kérdés, hogy az újratervezhetőséget, az adaptív készséget, a rugalmasságot benne kell hagyni a rendszerben. A stratégia lényege igazából az, hogy a 35 éves VOSZ szervezetet belülről dinamizáljuk, aktivizáljuk, a meglévő tudást, a meglévő tapasztalatot és a meglévő anyagi forrásainkat használjuk fel hatékonyabban, legyen egy erősebb szervezet, és a három fő tevékenységében, a magyar vállalkozások érdekében, az érdekképviseletben, a szolgáltatásokban és a vállalkozás fejlesztésben legyen erősebb, hatékonyabb, és sokkal láthatóbb, érzékelhetőbb a magyar vállalkozások számára. Tehát ez a lényege, eszenciája, hogyha röviden összefoglalhatom. Aztán mindegyes területnek megvan ma a saját cselekvési programja. Az érdekképviselet talán az, ami legismertebb,
Itt természetesen a jogszabályalkotástól kezdve a gazdasági élet szervezésénél mindenhol, minden lényeges kérdésnél, csomópontnál szeretnénk ott lenni, és szeretnénk segíteni a magyar vállalkozások működési körülményeit, fejlesztési, beruházási lehetőségeit, jövőbeli terveit.